egy ünnep, kizárólag a saját kultúránk és múltunk magvából sarjadhat ki. Csak így születhet, ha az ősök értékrendje, élete és munkássága előtt tisztelünk. Fehérvári Tamás a Tolna megyei közgyűlés elnöke ezekkel a gondolatokkal nyitotta meg az idei Kölesden megszervezett megyenapot. Arról is szólt az ünnep kapcsán, a megye egésze is benne a helyi közösségek fejlődését hozták a mögöttünk álló esztendők. A területfejlesztési koncepciók és a fejlesztések közelebb hozták egymáshoz a településeket és a megyei vezetés elképzeléseit. A megyei közgyűlés elnöke reményét fejezte ki a tekintetben, hogy a közigazgatásnak ez a szintje visszakap majd olyan feladatokat, melyeket korábban is ellátott. Megpróbálunk mi is, és ahogyan figyelem a megyei vezetők, a megyei elnöktársaim, szintén próbálnak lobbizni annak érdekében, hogy a megye visszanyerje a nagy múltjához képest és annak tiszteletére a funkcióit. Ha ez sikerül, akkor ismét bizonyíthatjuk, hogy tudunk mindent. Az ünnepségen felszólalt Potápi Árpád János, nemzetpolitikáért felelős államtitkár, országgyűlési képviselő, aki arról is beszélt, a megyerendszer kihívásai nem változtak az idők során, és ezzel párhuzamosan a megyei önkormányzatoknak sem változott meg célkitűzései. A megyének a kihívásai hasonlóak, mint az elmúlt évtizedekben vagy évszázadokban. És a megyei önkormányzatnak is elsősorban az a feladata, hogy az itt élő emberek, az itt meglévő önkormányzatoknak a tevékenységét koordinálja, és sokszor betöltse azt az űrt, amit esetlegesen állami hivatalok vagy a közigazgatás más szervei nem tudnak ellátni, és figyeljen oda olyan értékekre, olyan értékes emberekre, közösségekre, amelyekre esetlegesen a rohanó világban mi nem tudunk odafigyelni. Az idei esztendőben, mint mindig, ezen a napon adják át a megyei kitüntető címeket. A legrangosabbat, a Tolna megyéért díjat a katasztrófavédelmi igazgatóság vehette át. Az alapfeladatok ellátása mellett, amit a Tolna megyei lakosság, az itt élő közösségek észlelhetnek, és tudják azt, hogy igen, a tűzoltók mit csinálnak, emellett számos tevékenységgel bővültünk. Nap mint nap meg kell újulnunk, új feladatokra jönnek, a megelőzésre helyezzük a hangsúlyt, és itt természetesen a beruházásokhoz kapcsolódóan, amelyek megjelennek Tolna megyében, nekünk a létesítési eljárásokban közre kell működni, meg kell ismernünk az új műszaki technikai ismereteket, és még egy nagyon fontos feladatunk van, hogy a társadalmi bázisát a tűzoltóságnak, a katasztrófák elleni védelemnek növeljük. A megyenap alkalmával a közgyűlés jutalmazta továbbá az év során a társadalom különböző rétegeiben a térségért kiemelkedően vagy hosszú időn át magas színvonalon dolgozókat.